a bedbúszeknek alapítója vagyok, és az előtt nincs felszólalóval, mondom, én is kicsit zavarban vagyok. Nagyon hal! Tedd a mikrofon kicsit előtt. Közel? Hát, vagy hangosabban. Vagy hangosabban. Így oké? Így jó. Szóval tartottam már előadást én is, csak az kb. 6 évvel ezelőtt volt ennyi ember előtt, aztán egy kicsit visszavonultam a háttérbe, és igazából csak magán oktatásokkal foglalkozom, úgyhogy most itt vagyok. Daytrade-del készültem nektek mára. Én amúgy opciózom, és kb. 2 évvel ezelőtt kerültem bele a daytrade-be. Fogok beszélni egy kicsit, egy nagyon picikét az opciókról, és nagyon sokat a daytrade-ről. De először szeretném bemutatni nektek a honlapunkat. Mi ezt 2007 környékén alapítottuk. Akkor még egyetemisták voltunk, tőzsdén nem volt nyitva a tőzsde. Én úgy keveredtem bele, hogy egy gyárlátogatás alkalmával azt susmogták az évfolyam társaim, hogy egy év alatt meg lehet ötvezni a pénzet. És hát most kiszámoltam, hogy jöttem, hogy most az akkori vagyonomat, hogyha föltettem volna, most lenne 30 milliárd forintom. Szóval nyilván ez nem igaz, de viszont lehet vele pénzt keresni. Akkor elmentünk a NetDayTrade-hez, talán még emlékeztek és ismeritek Szoldán Péter cégéhez, ahol lehetett daytrade-elni részvényeket főleg. És egy alatt elkereskedtük Gábor, és már keresünk azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnánk magunknak megtalálni attól a sok ezer részvényből azokat, amikkel szeretnénk foglalkozni, és elkezdtünk gyűjteni a szakirodalmat, és elkezdtünk a szoftvert fejleszteni, ami nekünk meg a szűk baráti körünknek segítséget tud nyújtani. Tulajdonképpen így alakult meg a BadBulls, gyűjtöttük az információkat, és akkor egyszer csak úgy gondoltuk, hogy ezt tegyük egy szolgáltatásra, csináljunk egy honlapot, rendszerezzük. Azóta már nagyon sok ránc felváráson átment a honlap, legutóbb tavaly szeptemberben alakítottam át. Három fő részre osztottam. Az első rész egy olyan tőzsdei kisokos, ami bárki számára elérhető, főleg azoknak ajánlom, akik az alapból indulnak és szeretnének információkat találni, hogy mi is tulajdonképpen ez a tőzsde, hogy ne kelljen össze-vissza honlapokról előadásokra járkálni. Itt tulajdonképpen egy helyen majdnem mindent megtalál, főleg a technikai jellemzésről és az opciókról. A opciókban egyébként 2007-2008 környékén lettem szerelmes. Magyarországon nem mondom, hogy olyan túl sok szakirodalom rendelkezésre állt, vagy áll jelenleg is. Talán a Szász Jánosnak a könyve az, amelyik engem is először megfogott. De én voltam Londonba, bementem egy könyvesboltba, és ott láttam a 200 könyvet az opcióról, vettem is párat, és hát nagyon-nagyon megszerettem. Szóval, hogyha ezt elkezditek olvasgatni, és az én kedvencem ez a rendszerezés, hogyha szerelmesek vagytok a gyertyamintákba vagy indikátorokba, akkor itt segítettünk, hogy rendszerezve megtaláljátok őket. Itt tudjátok őket csoportosítani, és igazából is feldolgoztuk az összes gyertyamintát. Nagyon szépen látszik, hogy mi melyik, illetve hogyha bementek, akkor ott még egy-két megjegyzés róla. Ugyanúgy megcsináltuk ezt az opciókra, az indikátorokra és chart alakzatokra is. A második része ennek az egész koncepciónak egy online tőzsdeoktatás. Ezt a tananyagot ezt árultuk, de 2015-ben döntöttünk úgy, hogy ezt szeretnénk föltenni, és mindenki számára ingyenesen elérhetővé tenni az oldalra. Itt 7 témakört dolgoztunk fel, tőkepiaci alapismeretek, technikai jellemzés, japán gyertyák, indikátorok, csártalakzatok, ami nagyon fontos a money és risk management, illetve az opciós stratégiák. Hogyha ezt kinyitjátok, akkor ez kb. 1500 dia, tehát itt nem hosszú a tananyag. Ezt inkább azoknak javaslom, akik nem szeretnének előadásra menni, vagy azért nem fizetni. Itt ezt nagyon szépen összefoglaltuk. Nézzünk egy opciós
tananyagot, korrupciókés stratégiák, korrupciós fogalmak, pozíció diagram, korrupciók típusai. Ilyen szép ábrák a értelemszerűen próbáltuk összefoglalni. Oktatással úgy kezdtünk el foglalkozni, hogy csináltunk egy szülőprogramot, és azt a publikum elé tettük, de nem nagyon kicsit bonyolultra sikerült, és elkezdtük ezt a szülőprogramot oktatni, és így egyre több érdeklődő jelentkezett, és úgy gondoltuk, hogy kiterjesztjük az oktatásunkat a technikai elemzés, ez 2008-2009 környékén volt, viszont az oktatásunk csak egy nagyon kis részét fette ennek, elkezdtünk saját privát számlán kereskedni, és az oktatási háttérbe szorult. Én opciókkal kezdtem el foglalkozni 2011-ben, és én több mint két évig elég aktívan kereskedtem. Én nagyon sok pénzt kerestem opciókkal, és nagyon-nagyon sok pénzt buktam. Úgyhogy egy kicsikét úgy háttérbe szorítottam az opciót, és a D3-t felkezdtem el mozdulni. Az opcióknál nagyon jól ki lehet számolni a kockázatot, nem is olyan görbös, mint a D3-nél, viszont a D3-nél nagyon-nagyon hamar és gyorsan kijönnek azok a hibák, amiket az ember eleinte elkövet, és nagyon jól menedzselni nem csak a pénzét, hanem saját magát is. Én megmutatnám egy-két szoftvert, amit az elmúlt évek alatt csináltunk, köztük ezt a szülőrendszert is, ami már nem aktív, hiszen ez rengeteg adat kellett, és régen minket nagyon-nagyon megvezettek, főleg a B-t, meg az Ausztrátős, de én több ezer dollárokat kellett fizetnünk a záróárakért, hogy feltehessük a honlapra, aztán úgy döntöttünk, hogy inkább ezt hanyagoljuk. A szűrőrendszerünk az így nézett ki, a felülete, szűrőket lehetett készíteni, ezek napvégi endopi adatokkal működtek, tehát nem napon belüli kereskedésre, hanem inkább azokra a papírokra, amiket ilyen swing trade-re meg lehet játszani. Gyertyákat ismert fel, indikátorokat, ezeket mind saját magunk programoztuk fel, és itt több indikátor kombinációt is ki lehetett alakítani, és minden nap kidobta azokat a papírokat, amelyik megfeleltek a kritériumoknak. Csináltunk opciós portfólió menedzsert, és ez főleg azoknak, akik az opciók iránt érdeklődtek, és mondjuk egy demo számának, ha nem nagyon volt Thinkorswim-en kívül más elérhető demozás. Itt is így portfóliót lehetett építeni, opciókkal, amerikai piacon, valós adatokkal működött a történet, sok mindent kiszámolt, megjelenítette a görög betűket. Ez már inkább D3, ez a szoftver, ez a Euronext-en volt egy időszak, amikor napi záró aukciónak kereskedtünk. Úgy történt, hogy 17.30-kor lezárt, egy párizsin kereskedtünk, lezár a piac, és 17.35-kor kialakult a záró árfolyam. És azt tudni kell, hogy abban az 5 percben, ez egy ajánlatgyűjtés részszakasz, akkor történik az egész napi forgalomnak kb. A 30-40%-a. Ebben az volt az új, hogy 17.35 pár perccel bevásároltunk vagy eladtunk a részvényből, és 17.35-kor egy adott áron el tudtuk a pozíciónkat el tudtuk zárni, tehát vagy eladtuk a papírt, vagy visszavásároltuk a papírt. Honnan tudtuk, hogy 17.30 és 35 között az árfolyam az fölfelemet vagy lefele? Nyilván nem tudtuk, de tudtunk következtetni abból, hogy milyen intézményi nyomás van azon a papíron. Vannak olyan papírok, amiket rászáll egy intézmény, és elkezdi csak vásárolni, és hogy nyilván ezt az áruszakaszban fogja megtenni, viszont egyébként áram tudja ezt megvásárolni. Csináltunk egy olyan szoftvert, ez egy egyszerű Excelben készült szoftver, amely azt mutatta meg, hogy ezek az intézményi aktivitások, hol zártak el, hány tippel zártak el a papírok, ott látható fölül a papíroknak a tikkelje, ott pedig látjátok a
dátumot, és pedig a 17.30 és 35 közötti árfolyam különbözetet. Ezek 3-4-5 centek, nem olyan sokak, viszont nagy darabszámmal kellett belemenni ezekbe a papírokba. Itt ciklusokat figyeltünk, itt látjátok, hogy már 4 alkalommal csak fölfele zárt a papír. Itt is egy nagy intézmény volt, aki folyamatosan vette a papírt, és hogyha ügyesek voltunk 17.30 előtt, akkor jó áron tudtuk ezeket megvásárolni. Ez csináltam egy-két ábrát, ez valahogy így nézett ki. Itt zár be 17 óra 30-kor a papír, és itt alakul ki ez az 5 perces ajánlatgyűjtési szakasz, és itt alakul ki az árva árfolyam, és minden pozíciót ezen az árfolyamon könyvelnek el. Úgyhogy itt meg tudtuk venni 33-an, és 34 fel eladni. Ez már bőven profitos kereskedés, hisz a költségeink azok elég jó. Illetve itt van itt is. Egy másik papír, 17.30 előtt bevásároltunk a papírban, és utána 35-kor elállt a záró árfolyamon. Ugye ennek ezt nem is csináltuk sokáig, ha már profitosak voltunk, viszont nagyon nagy volt a kockázata. Mégpedig az, hogy rengeteg pénzt kell beletenni, hogy nyereségesek legyünk, mármint hogy az a pénz az számítson. Tehát itt ilyen félmével ugókkal kellett bent ülnünk 5 percig. És olyan kockázatok vannak, hogy ha nem tudjuk eladni, elmegy az internetünk, vagy bármi történik, akkor nekünk másnap rá kell venni a pozíciót, és senkinek sincs kedve félmillió, egymillió eurót átvinni egyiktől a másikra, és akkor nem csak 3-4 centeket rosszabbul tudnám eladni, hanem akár fél dollárral is, és az akár az egész évi nyereségemet is le tudnám szedni. Úgyhogy nagyon jó ez a stratégia, de csak elővigyázatosan kell kezelni. Csináltunk részvényes menedzsment, igazából itt az volt a célunk, hogy mennyi részvényt, milyen áron, hová rakjuk a stockunkat. Ez is egy egyszerű szoftverrel készítettük. Itt is szintén csak amerikai részvényekkel foglalkoztunk. Stoppár szerint, piaci ár szerint és célár szerint értékeltük a pozíciókat. És persze portfóliót tudott menedzselni a foglalkozó. Volt chartrajzolónk régen, ő se aktív már, pontosan az adatok hiánya miatt. Ő gyertya alakzatokat ismert fel, azok alapján készített statisztikákat, vagy igazából a szűrőrendszer alapján, amit készítettünk, azoknak a statisztikáit vetítette fel ebben a chartra. Igen, itt van, hogy ismeri fel a gyertya alakzatokat. Opciós szimulátor program, igen, akkor készítettünk szintén az opciós témánál maradva egy ilyen stratégiai, hát mondjuk egy stratégia kereső összeállító programot, amely megmondta, nagyon sok lehetőséget futzatott végig, és megmondta, hogy a nyereség, veszteség, nyereség megkerülés alapján majd melyik lehet az a stratégia, ami passzolhat ehhez a részvényhez. Ezt is egy Excel-be csináltuk ezt a programot, tehát semmi rendőrség nem volt benne. Illetve csináltunk egy prémium vadász szoftvert is, ő is Excel-be. Az elárazásokat kerestük, és mi igazából ezzel is foglalkozunk. Mi kizárólag részvényekre írunk ki opciókat, és olyan részvényeket keresünk, ahol egyfajta elárazások vannak jelen a piacon. Ezt már egy olaj, gáz, vagy egy futures, vagy deviza esetében már sokkal nehezebb, viszont rengeteg tömeg van jelen. De részvényeknél egy-két intézményi előfordul, hogy akár csak egy intézményi mozgatja az árakat, és itt már előfordulnak elárazások, és ezzel a szoftverrel próbáltuk, egyrészt ezzel a szoftverrel próbáltuk megtalálni őket. Itt kiszámolta az elméleti ártól való eltéréseket, megmondta, hogy ez 100%-os eltérés jelent. Figyelte a volatilitásokat,
csinálzát. Volt egy nagyon érdekes projektem, ezt sajnos nem sikerült megvalósítanom, pedig már azt szerettem volna. Ez a BETA határidős arbitrás. Nem tudom, ki az, aki kereskedik a BETA határidős. Régen pedig sokan kereskedtek vele. Engem nem is igazából a BUX érdekelt, hanem engem a részvényekre kiírt határidők érdekelt. Viszont az egy teljesen illikus piac, üres az ajánlati könyve. De ha jobban megnézitek, akkor néha bekerül egy-két ajánlat oda, ami a teljesen elrugaszkodott az elméleti ártól, hatalmas kamattartalom van benne, évi 40-45% is. Fölvillan az ajánlati könyvbe, és azt látjátok, hogy 4-5 másodpercig ott van, és utána eltűnt. Ez valahogy úgy kell elképzelni, hogy két broker felhív egymást telefonon, de figyelj, én most a MOL-ba beteszek egy ajánlatot, légy szíves, majd akkor közsd meg. Felhívja, na igen, most beteszem az ajánlatot. Oké, bent van, igen, látom, jó, oké, lekötöttem. Ez egy ilyen kb. 4-5 másodperc. Én megvettem TIG szintű adatokat, elég sokat fizettem érte 2 évre, visszamenőleg, és a Kolos statisztika azt mutatja, hogy ez 5 másodpercig ott van, előttem az a pénz, amit simán le tudsz arbitrálni azzal, hogy te előbb beállsz az ajánlati könyvbe, és utána csak rajtad keresztül tudnak vásárolni, te meg lefedezed magadat a részvényen, és csak várod azt, hogy a határidő kifusson, és ott van az a 45%-os kamattartalom. Ez már kevésbé van jelen, főleg ezt a Budakes kötötte, ő már nincsen a piacon. Ugye, hát miért kötötte? Mert átmentette egyik helyről a másikra a pénzt, tehát nagyon egyszerűen az egyik számán csinált veszteséget, a másik számán csinált kereséget, találkozott a két ajánlat, tehát ők egymást kötötték meg, és így egyszerűen a tőzsdén keresztül át tudtak vinni pénzeket. Aztán csináltunk több lokációk között a fix-api kapcsolatot még. És felírtam ide valamit pár dolgot, hogy ezt szeretném beszélni, csak puskázom. A mikrofon. Igen. Szóval miért értem át a DC-re? Ennek két oka van. Az egyik, hát ezt meg is mutatom nektek, van nektek egy tőzsdei, nem? Ez itt található főoldalon. Van egy olyan, hogy hogyan megkeres 300%-ot egy év alatt. Ez opciókkal nagyon, nagyon nagy kockázatot vállalva csináltuk meg ezt a teljesítményt. Gyorsan átfutom, csináltam egy ilyen átfogó ábrát, a tőke növek, meg 10 000 számlát tettünk ki, 10 000 dollárból csináltunk 40 000 dollárt. Itt van az egyik, ez még nem, hány pozíciót nyitottunk, hány kontraktus, ez a probléma. Max egy üre nyitott pozíciók száma 2, és mivel ezek short strangle-ok voltak, tehát ez egy adott részvényre vonatkozott. Tehát mi minden egyes hónapban egyetlen egy papírt választottunk ki, ez körülbelül egy hetes kutatómunka volt, és abban a papírban tettük el minden pénzt. Tehát igen, azért mosolyogám, hogy kicsit bevállalósulod, de pénzt kellett csinálni, pénzt szeretünk volna keresni. Itt van a kereskedett részvények száma. Még az elején ott 2-3, utána max levegővesztességünk százalékban, maximum 14% volt a legrosszabb levegővesztességünk. A havi jövedelmünk erre a 10 000 számára szépen gyarapodott. Százalékban és átlagban egy 10-15% tudtunk be, hogy az annyit szeretnénk keresni. Pozícióban töltött napjaink maximum egy hónapból, de látjátok meg 20-25 nap. Komissziós díj ez teljesen elenyésző volt, ez csak egyetlen egy pozíciónk volt. Itt értékeltem a pozíciókat, itt csináltunk egy saját szoftvert, azzal nézegettük meg, hogy mikor szálljunk be, milyen görögök, amelyek minket érdekelnek, hogy alakulhat, itt szimuláltuk a pozíciót. Itt megmutatom nektek az opciós láncot, amit beszálltunk, itt magát a részvényt, meg a pozíciónkat. Itt örökbetűket mutattam meg. Szóval a lényeg, hogy
nagyon szép volt ez a hozam, csak egyetlen egy pozíció, nagyon sokat tudtunk, és innentől kezdve kerestem egy olyan lehetőséget, ahol én nagyon-nagyon szépen tudom menedzselni a pozícióimat, és nem vagyok kitéve a kockázatnak. Ez volt az egyik oka, amiért mindig értem át, a másik oka, hogy találkoztam egy olyan valakivel, akitől nagyon-nagyon sokat tudtam, és tudok máig is tanulni. Úgyhogy ez lendület indított el azon, hogy létrehoztam egy ilyen DT-i irodát, először otthon állam a lakásomban, kerestek ki saját magunk, és most már elköltöztünk irodába, és ott folytatjuk ezt a tevékenységet. Én nem kereskedtem soha értelme Forex-en, csak nagyon sok emberrel beszéltem, akik Forex-en kereskednek. Az egy szabályozatlan piaci környezet. Én nem tudnám elképzelni, hogy ott kereskedjek. Én ezt ismertem meg, egy szabályozott piaci környezetet, ahol engem megnyugtat azt, hogy tudom, látom, hogy az, amit én kirakok ajánlatot, az kikerül a piacra. Tudom azt, hogy azok a kötések, amiket én látok, azok valóban megtörténtek. És ezáltal, hogy ez egy szabályozott piaci környezet, ezáltal rengeteg plusz információt kapok a piacon, amit föl tudok arra használni, hogy magam előnyére fordítsam. Milyen szoftvereket használok? Én összesen két szoftverrel foglalkozom. Az egyik az Interactive Brokers, ők csak azért használom, hogy nekem tetszik az ő chart megjelenítő programja, és ezeket a chartokat onnan lesem. Nem készültem egyébként prezentációval, hanem a szoftvereket fogom majd Timmy-vel itt megosztani. Ez itt az Interactive Brokersnek a felülete, ez a mozaik rész. Két monitorom van, mindjárt kapcsolok a másikra. Nem tudom, nem nagyon látszik mi, hogy itt mit vannak. Oké. Okay. A DC-nek tulajdonképpen mi azt használjuk ki, szintén részvényeknél, hogy egy-egy részvény, ahogy már korábban nem tettem, egy-két piaci szereplő van. Ők úgy vásárolnak részvényt, akár nagyobb csomagokban, hogy nem nyomják meg a market gombot, hanem ráállítanak egy külön speciális gépet, ami elkezdi lenni. Tehát van egy intézmény, egy millió darab ordere, amit szeretne vásárolni, és akkor azt mondja, hogy ez egyben két napig vedd meg nekem ezt a mennyiséget, és mi ezeket a gépeket vadásszuk, megpróbáljuk őket felismerni, és megpróbáljuk kihasználni azt, hogy mi ezt észrevettük. Hogy találom meg ezeket a gépeket? Először is van egy vizuális megfigyelés, egy részvény halmazból. Ez a részvény halmaz minden nap más. Ami engem érdekel, az nem a forgalom, hanem a kötéseknek a darabszáma. A legtöbb gép a 100 darabot köt összesen. Erre egy nagyon jó ábra találtam az interneten. Ilyen meg is mutatom. Azt mondja, a dark poolok, majd fogok beszélni róla, hogy hogy alakulnak a size méretek a dark poolokban. Mi 2009-ben egyetlen egy kötés az 400 darab volt, így megyünk lefele, most tartunk 200 darabnál. Azért szeretik százasával megpróbálom nem forrőkenteni, jó? Szóval, hogy miért kötnek 100 darabokat a gépek, hogy miért kötnek egy alacsony darabszámba, de nagyon sokat. Kösz. Ez így jobb lesz? Jó! Szóval, nagyon sok elejtett ajánlat az amerikai piacon, meg úgy általában Európában, a fejlettebb tőzsdéken. Ezek a gépek keresik, hogy milyen árszinteken, milyen likviditások vannak. És nyilván nem akarnak 4-5 ezer, 10 ezer darabot bekötni egyetlen egy pozícióba, úgyhogy nem tudják, hogy mi van azon az árszinten, ezért úgymond belekóstolnak
és megnézik különböző részjeleken, hogy mik vannak ott egyáltalán. Ezért van az, hogy ha azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok 100 darabos kötés van, akkor ott valószínűleg egy gép helyezkedik el. Tehát én is azokat a papírokat keresem, ahol a trade szám nagyon sok, nem pedig a forgalom. A forgalom annyira nem érdekel, mert vannak úgynevezett block tradingek, ahol akár 20-30 ezer darabot is bekötnek egybe. Azok is lehetnek gépek, de azok már inkább főleg kézzel csinált kereskedések. Tehát én az NSE-n trédelek, sorrendbe állítom, csökkenő sorrendbe azokat a papírokat trade szám szerint. Utána megnézem, hogy milyen papírokat kapok, és azokat, amelyeket már ismerősek, meg mindig elő vannak, azokkal nem igazán foglalkozom. Tehát fönt van a Bank of America, a JP Morgan, Citi, ezekkel nem. De ha látok egy olyan papírt, ami nem igazán szokott elő lenni, akkor tudom, hogy itt ma valamiért, nem tudom, hogy miért, de sokkal nagyobb az intézményi aktivitás, fogom és beteszem őt. Ezzel kialakítok 10-15 darab részvényt, illetve figyelem még a sortilalmas papírokat, mert azokkal egy kicsikét máshogy kell foglalkozni. A sortilalmas papírokat úgy kell elképzelni, hogy van egy szabály Amerikában, amit már 38-tól meghoztak, majd fölfüggesztették 2004-ben, aztán 2008-ban megint elindították ezt a szabályt, hogyha 10%-ot esik egy papír, akkor sortilalmat kap, tehát kap egyfajta védelmet, és két napig nem lehet sortolni. Na most nyilván lehet, csak kicsit ügyesen kell bele foglalkozni. Van egy úgynevezett uptick rule, ami azt jelenti, hogy csak úgy tudok sortolni papírt, hogyha beállok az ajánlati könyvbe, és hogyha van egy felfele kötés, akkor megkapom a pozíciómat. Mi ezt próbáljuk kicsit kicselezni, de erről később fogok majd beszélni nektek. Szóval most berakjuk ezeket a papírokat, amiket látunk, ez még a premarketben kialakul, és átkapcsolok a másik monitorra. Nem, így. Ez van nálunk az irodában, nagy projektorral körülbelül így kivetítve a falra, és ezekből a papírokból dolgozunk. Néha-néha lecserélgetjük őket, és itt alul látjátok a nem sortolható papírokat. Tehát ők általában mind mínuszosak, és inkább esni szeretnek, mint emelkedni. Hogy mit kell figyelnünk itt? Ahogy említettem, először egy vizuális megfigyelés van. Árszinteket keresünk, olyan szinteket, most egyébként nem nagyon tudom mutatni, mert ebédidő elmúlt már, ahol az árfolyam megakad. Itt mondjuk talán egy ilyet lehet látni, de ő sem nagyon szép, vagy itt ez viszont már sokkal szebb. Ez itt 18, ugye, ha jól látom, vagy 48. Ezek kerek számok, és ezeket nagyon-nagyon szeretik a gépek, mert nagyon sokan állnak arra az árszintre. Most, hogyha a 48-at sikerül letörnie, akkor a következő gépig van egy üres légtere, ahogy föl lehet fogni, és benne van egy 5-6, akár 10 centes potenciális, hogy ő essen. Tehát, hogyha nekünk van egy nagyon jó stop aktiválásunk, és beállunk 48, 47, 99-re, akkor jó helyről meg tudjuk kapni a papírt, és akár 47, 99-et letörte, és 47, 96-on, 95-on ki tudunk jönni, és tudunk keresni 2-3 vagy maximum 4 centet, nem is szeretnénk többet vele keresni. Na, kíváncsi vagyok, mit csinál a papír. Ez már annyira nem szép, mert nem volt benne az a lendület. Ilyenkor megkapjuk 49-99-en, és már adjuk is el, vagy nullába, vagy mínusz egy tickbe, hiszen mi azt a lendületet keressük, amit egy ilyen gép eltűnése eredményez a piacon. A másik szoftver, amivel kereskedünk, ugye ezzel csak figyeljük vizuálisan az árfolyamot, a másikkal már jobban megvizsgáljuk egy papírt, megnézzük az ajánlati könyvét, és megnézzük a kötéslistát. Ugye ez az a két információ, ami rendelkezésemre áll egy szabályozott piaci környezetben. Ott van. Sikerült végül letörni ezt a szintet. A másik szoftver.
Ez egy kicsit fapadósnak tűnik, viszont ez egy 10 éve létező, az egyik legjobb daytrade szoftver. Itt látjátok az ajánlati könyvet, itt látjátok a kötéslistát, és ennek van egy másik monitor, ahol látjátok a chartot. Habár chartot már igazából nem nagyon nézünk, minket ez a kettő érdekel, és főleg ő érdekel. Őt nagyon manipulálják, ez az ajánlati könyv. Amiket láttok benne, azok általában nem igazak. Nagy kamu az egész. Ő a megvalósult kötése. Na most, mi az ECN? Mert van Forexen is ECN, van részvénypiacon is ECN, és akkor jól tudom, akkor a Wikipedia ezt direkt külön is fejti, hogy melyik mit jelent. Itt az ECN azt jelenti, hogy csak így tudsz eljutni a tőzsdére, ezen a kommunikációs hálózaton keresztül. És ez az egésznek a kulcsa, hogy milyen ECN-eket használunk, hogyan juttatjuk el, vagy rútoljuk a megbízásunkat a tőzsdéhez. Amit itt láttok, ezek az ECN-ek, BAT, BATS, EDGX, NSE, ARKA, ugye ez egy árszint, 81.52, 81.53, és amit itt láttok, szintén az ECN-nek a kódja, hogy milyen ECN-ek vannak. Én nektek kiszíneztem D-vel a dárkokat, és erről is beszélek nem sokára, hogy ezek a dárkok egyre inkább fejlődnek, és egyre inkább itt köttetnek meg az üzletek, és ezeket használják általában az intézményi befektetők. Ugyanis a DAR-nak a célja az volt, hogy ne befolyásolják a piaci mozgást, hiszen ezek teljesen rejtett ajánlatok. Amit még rózsaszínnel színeztem, ez egy nagyon commerce ECN, ez az ARKA, ezt nagyon sokan használják. Amit én itt keresek, az az, hogy minél több D-s kötés legyen, és minél több fehér szint lássak, hiszen a fehér az most eltűnt, de a fehér az általában egy feles kötés, és ugye kevesen tudják, de lehet felen is kötni a részvénypiacon, tehát 81-50, 81-52, most hogyha ez 51 és 52, akkor 51 felen is tudok kötni, feltéve, hogyha van ott likviditás, és talán párosítják az ajánlatomat. Ugye már azt sugallja egy sok midpointos kötés, hogy itt gépek vannak, illetve a dárkos kötése. A másik része ennek egy... másik része ennek pedig egy chart. Itt az a négy papír tesszük be, amit éppen nagyon figyelni szeretnénk. Visszatérve a nem sortolható papírokra, nagyon érdekes, hogy van egy olyan kitétel, hogy market maker vagy, és mi ezzel az eléréssel market makerek vagyunk, hogyha a likviditást adunk a részvénynek, akkor utána el is vehetünk. Hogyha egy nem sortolható papírt megvásárolok, majd eladok, akkor utána nekem jogosultságom van arra, hogy őt azzal a mennyiséggel eladjam. Tehát így tudok egy nem sortolható papírt tulajdonképpen sortolni. És a másik lehetőség szintén a dárkok, hiszen nagyon ügyesen kicselezték azt az Aptic Rule szabályt, hogy csak egy felkötésben kaphatom meg. Tehát, hogyha ez egy nem sortolható papír lenne, akkor hiába próbálnám leütni marketen, nem kapnám meg, hanem be kéne állnom 47.93 az ajánlati könyvbe, és várnom kéne, még valaki elviszi az ajánlatomat. Viszont, hogyha én egy dárkon megpróbálom ezt eladni, akkor 47.92.001-en fogja nekem odaadni, tehát nem a bid oldalon, hanem a bid oldaltól egy nagyon-nagyon picikét messzebb. Ezzel kikerült-e az Aptic szabályt, és már is short pozícióban vagyok, ráadásul jobb helyről vagyok, mint 47.91 nagyon-nagyon picivel. Ugye miért fontos, és miért beszélek sokat erről a dark pool-ról? Ezt mutatom nektek, hogy 2011 és 2014 között most már 35, valamikor 40%-át csak a dark pool-ok adják a New York-i tőzsdének a forgalmának, illetve itt is látjátok ezt az eloszlást. Az NSE csak 23, még a dark pool már 37%, ami ott megy. Az Interactive Brokers-en például nem tudtok dark pool-ba rútolni. És én fölírtam magamnak még pár dolgot, hogy
hogy mi az, amit kihasználunk, és hogy lehet, volt a levelem, vagy hogy lehet New Yorkban stop szerveretek. Hát nagyon egyszerűen olyan ECN-re kell rútolni, amely ezt a szolgáltatást adja nektek. Mi is tulajdonképpen csak ezt csináljuk, nem csak ezt, de ezt használjuk ki. Azt mondja, mutatom nektek. Mutatok egyfajta billentyű kiosztást. Itt ennyi lehetőség van, ezek mind ECN-ek, és ezek között van kb. 10 DAC, és van pár olyan ECN, amely ad stop szolgáltatást. Tehát az én a teljes megbízásomat egy stop limit order tájként tudom kiküldeni, és ez az order táj, ez a stop trigger szint, ez már nem itthon az én kliens oldalamon csücsül, hanem már kint egy New York-i szerveren, úgyhogy ezért sokkal jobb helyről tudom megkapni a papírokat, mint mondjuk, ha egy interaktív brokersnél kereskednénk. Ezt persze le is teszteltük, ez kb. 2-3, akár 4 centes különbséget is jelent, ami egy 1000 darab részvénynél az már 40 dollár. Azt mondja. Broker költsége. Az interaktívan nem tudom, mennyi egy 100 darab részvénynek a vétele vagy eladása. 25. Mennyi? 25. 20 cent. 1 dollár a minimum. 1 dollár a minimum. Most ennél a kereskedésnél, ennél a cégnél nincsen broker költség. Ennél csak azok a költségek vannak, amelyek a FINRA-nak, tehát a hatóságnak kell fizetni. Ilyen az elszámolási költség, a clearing fee, ilyen az activity fee, ilyen az exchange fee, amit a tőzsdének kell fizetni. A legnagyobb költség itt az ECN fee. Viszont tudunk olyan pozíciókat fölvenni, hogyha én megveszek egy papírt még 10.54-en, és eladok egy papírt 10.54-en, akkor majdnem kerestem vele fél dollár, fél centet. Ugye részvényeknél két, a díjstruktúrát, hogyha megnézitek, akkor mindig két oszlopot láttok. Egyik egy add liquidity oszlop, a másik egy remove liquidity. Az ECN-ek nagyon szeretik, hogyha te likviditást adsz a piacnak, magyarán te a pénzedet kiteszed a piacra, és nem pedig elveszed onnan. Tehát, hogyha te úgy mész be egy papírból, hogy te ajánlatot tettél ki a piacnak, akkor azért vissza fog neked fizetni. Tehát keresel vele 0,15 centet, körülbelül ez az átlag. És hogyha úgy adod el azt a papírt, hogy szintén likviditást adtál a piacnak, akkor azzal megint kerestél. Tehát összességében, hogyha ugyanott veszem és adom el, akkor is nyereséges vagyok már. Ellenkező esetben, hogyha én a likviditást elveszem a piacról, azt általában büntetik, az is körülbelül olyan 0,2-0,25 cent. Tehát az én legnagyobb, legtöbb költségem az olyan 0,4-0,5 cent, hogyha megveszem a papírt és eladom a papírt, úgyhogy marketen. Tehát mi nem használunk marketárás megbízást, hanem csak limitárás, és abban különböztetjük meg, hogy ez egy marketéből limitárás, vagy egy nem marketéből. A marketéből limitárás az azt jelenti, hogy ebben az esetben meg akarom venni, és a limitáramat az 10,6-ra teszem, hogy biztos legyek abban, hogy megvegyem, és akkor el is veszem a likviditást a piactól. Manipuláció. Csináltam egy ilyen, nem csináltam. Tudjátok, hogy működik a manipuláció részvényeknél? Egy nagyon-nagyon egyszerű, ez a spoofing technika. Igazából Európában eléggé le van szabályozva, ott nem nagyon szeretik, hogyha olyan ilyenekkel szórakozik az ember, viszont Amerikában nem nagyon szoktak érte szólni. Vissza, nem maradunk itt. Úgy működik, hogy ha részvényt én azt akarom mutatni, hogy én egy nagy intézményi befektető vagyok, de csak egy-két percre, akkor elkezdem az ajánlati könyvet betenni az ajánlataimat, 100.000, 200.000, fél millió, 1 millió dollár, megijesztem az ott lévő gépeket, akik nem tudják, hogy mi történt, miért van ez a nagy vételi nyomás a papíron, és elkezdenek kiállni az eladói oldalról, és elkezd kiürülni az ajánlati könyv, és elkezd az árfolyam fölfele menni, én megépítem az ajánlati könyvet. Majd fogom, és 100 darabot eladok ezen a mesterségesen felvitt részvényáron,
és utána az összes itt lehet látni, hogy, hogy a részvény árát fölemelti, fölvitte, itt tette be az ajánlatokat, egyre-egyre többet, majd kiveszi az ajánlatokat, onnan eltűnik ez az intézmény, tehát nem volt valós vételi szándék mögötte, ezért ez, itt viszont már eladtam 100 darabot, majd teszem be az eladói oldalra az ajánlatokat, és itt meg visszavásárolom a részvényt, felhasználtam mondjuk 1 millió dollárt, és kerestem vele 30 dollárt, mert ugye ez az, amit manipulációnak hívnak és büntetnek, de még egyszer mondom, hogy Amerikában nagyon-nagyon sokan csinálják ezt, tehát hogyha folyamatosan nézzük az ajánlati könyvet, vagy a csártot, akkor ezeket lehet szúrni. Most meg bekapcsolok egy másik monitort, ahol ebben a kollégám kereskedik. És majd én megpróbálom mondani, hogy mit miért csinál. Ez egy chat szoba, itt történik mindenfajta support. Egyéb iránt ez a cég, nem tudom, hogy a Swift Trade nektek mond-e valamit, régen működtek itt Magyarországon is, majd átalakult a nevük szintén egy manipulációs botrány miatt, most már más néven futnak, de 10 éve jelen vannak a piacon, és az ő rendszerüket használjuk mi is. Nagyon stabil, megbízható, és hát rendkívül olcsó, hiszen nincsen brókerköltség. Most láthatok, 4 papírral kereskedtünk a mai nap, 166 dollárt értünk el. Itt látjátok a költséget, 66 dollár, még mindig, tehát elég magas ez a költség, hogyha ez az interaktívon kereskedünk, akkor fel lehetne szorozni egy olyan 4 előttel mindenféleképpen. Nem beszélve, hogy az interaktív nem fizet nektek vissza semmit, hanem ő lenyeli azt a pénzt, amit az ECN úgymond revétel neki. Egy jobb napon a forgalmunk körülbelül olyan forint váltszámolva 1 milliárd forint, ez a bétnek körülbelül a 10%-a. Akkor a broker költségünk általában 200-300 dollár között szokott lenni. Most azt mondja, 214 darab trade volt a mai nap, és ezekből a pár centekből szedjük össze ezeket ezt a profitot. Kézzel vagy géppel? Kézzel főleg, de van egy gépünk, csináltunk egy géppel azért nem tudok teljesen kereskedni, mert nekem muszáj ez a vizuális megfigyelés, hogy én lássam azt, hogy hol vannak az árszintek. Viszont ez a gép ez abban tud nekem segíteni, hogy gyorsabb vagyok, mint én. Tehát gyorsabb, mint amit én csinálok. Ezáltal a menekülőt be tudja tenni, a kiszállót be tudja tenni, illetve nagyobb mennyiségeknél már sokkal jobban tudja kezelni, hisz azért itt 1000 darab tól, sőt már 500 darabtól is befolyásolod a piacot, tehát 1-2 centet, vagy akár többet is el tud mozdulni az ár, hogyha te megjelensz az ajánlatoddal. Ezért kell vagy a dárkon kötni, ezért kell vagy rejtett ajánlatokkal, hidden megbízásokkal, vagy reserve megbízásokkal, olyanokkal, ahol mutatom azt, hogy van egy display size-om, 100 darab, és közben meg 1000 darabbal ott állok az ajánlati könyvbe. Itt el kell rejteni magunkat, hogy ne vegyük észre. Hogyha én 1000 darabot el akarok adni, akkor lehet, hogy nem célszerű már egyetlen egy ECN-en eladnom, hanem azt szét kell szórnom, és ez egy billentyűkkel már elég nehézkes, hiszen egy billentyű egy ECN. Viszont írtam egy szoftvert, azzal meg már szét tudod szórni akár 5-10 ECN-en. Illetve, hogyha ki akarsz szárni egy papírból, akkor lehet, hogy felem is ki tudok szállni, tehát nekem meg kell néznem a likviditás, hogy azon az árszinten van-e,
Tehát az a gép meg gyorsabban csinálja azt, hogy beadom a megbízásomat, történt kötés, nem történt, kiveszem a megbízásomat, és utána adom a papírt, ezt sokkal hamarabb meg tudja csinálni. Tulajdonképpen én elmítom a pozíciómat, és hogy meg le tudjuk menedzselni, de szintén kell az emberi szem, szintén kell az emberi kész, hogy belenyúljon, bármi történt a programmal. Ő nem látja, hogy hol vannak a gépek, mi viszont látjuk, hogy hol vannak a gépek. Ezek a gépek azért nagyon jók, mert föl tudunk venni egy 1-2 centes toppal egy olyan pozíciót, amiben benne van egy 10-15-20 centes potenciális. Tehát mindig ezt mérlegeljük, 1 vagy 2 centes a stoppunk, keresni szeretnénk vele 4-5, 10, akár 15 centet, hogyha még beépítünk egy nagyon jó money managementet, akkor akár hosszabb távra is tudunk futtatni a kezdeti százunk egy részét hosszabb távra is el tudjuk engedni. Szóval a gép maximum ilyen van, tehát mindenféleképpen kell mi. Most igazából kérdezzetek nyugodtan, én várom, hogy történjen valami. Itt van bent egy ajánlat, 7.58-on van egy eladási ajánlat. Nem látom itt, hogy hol van. Kérdezzetek, hogyha van kérdésetek. Hány óra alatt jön össze a két estő? Hát most szerintem 3 óra alatt jött össze. És két ember? Ő egy ember. Szóval itt dolgozni kell. Viszont azért tetszik jobban a menedzsmentje egy kicsit az opcióknál, mert nagyon hamar rájövök, hogy valami nem jó. Tehát hogyha hát megint 20 dollár buktam, megint 30-at buktam, megint, na akkor nézzük meg, hogy mi az, amit elrontok. És ezáltal tudom is védeni, hogy most megkaptunk egy papírt, már is 5 dollár nyereségben van, 500 darabban, 7.64-ről vagyunk shorton, most már 7.63-on visszatudnánk vásárolni, de gondolom ezt még nézzük meg, hogy miért adtuk el. Hát ezért. Ez gyönyörű. Nézzétek meg ezt a szintet. Na itt egy gép volt. Tartotta ezt az árat, ezt gondolom a kollégám látta az ajánlati könyvből és a Time & Sales-ből, beállt ide az ajánlati ajánlatával a stoppára, itt teljesült, tehát ez volt az aktiválása, ott, ahol kellett neki, és mondjuk én szívem szerint már eladnám, de lehet, hogy ő lát benne valami potenciált. Minden esetre én látom már, hogy berakta a védekezését, ő a limitárat mutatja nekem, nem tudom, hogy hol lehet a stoppára, de valahol arra. Egyébként ez is egy ilyen szint, 11.54-en, meg kell nézni, hogy milyen papír, vagy milyen gépek vannak ott. Na itt meg egy olyan gép van, amelyik viszi az árfolyamot fölfele, ő esik tovább lefele. Vannak olyan gépek, amelyik fogják is szintenként, egyszerűen csak viszik magát az árfolyamot, hogyha ezt jól el tudod kapni, akkor látod, hogy csináltam erről is egy ábrát. Azt mondja, hogy... Itt van. Ez egy gép volt, amelyik ezt a szintet levitte, és folyamatosan láthatok, nem is volt benne szinte visszakötés. Mi erre vártunk arra, hogy mikor lesz benne visszakötés. Álltunk itt, mindig a stoppunkat módosítottuk, itt megkaptuk a papírt, és itt pedig megváltunk tőle. De szintén van egy másik, itt is ott a gép, elengedte az árat. Itt az a légüres tér, amiről beszéltem nektek. Jó áron megkapjuk a stop aktiválásunkkal a pozíciót, és már adjuk is el. De egyébként itt is látjátok, hogy itt is volt egy gép. A másik, amiről akartam nektek beszélni még, mint érdekességet, hogy régebben sokat foglalkoztam én is ilyen centes papírokkal, és engem is megragadott a szépsége. Én Ausztráliában kedveltem ezeket meg. Ott számomra sokkal jobbak a feltételek, mint egy amerikai piacon. Havar az amerikai piacon én nem nagyon ismerem a centes részvényeket. Ott is szintén az ECN-eket kell kihasználni. Az ECN-eket használjuk ki, hiszen mutatok pár papírt, most innen ki lépek, hagyom, majd dolgozzam.
mondja, hogy... Jó, megnézitek, ezek a papírok 4 tized centek, tehát még nem is 4 centek, hanem 4 tized centek. Amiért engem megfogtak, hogy az árlépésük 1 tized cent. Tehát nincsen köztük felosztva semmi, hogyha ők akarnak menni, akkor 2-ről 3-ra kell menniük. Hogyha megveszek, úgy veszek meg egy részvényt, hogy megnézem, milyen ajánlatok vannak bent azon az árszinten. Tehát itt megnézem, hogy az 5-ön, tehát hol van a bid, meg hol van a zászló. Hogyha a bid oldal 5, akkor a zászló oldal 6. A bid oldalon megnézem, milyen ECN-ek vannak, általában 2-t használom. Van egy fő ECN, és van egy ilyen úgynevezett fapados ECN. Hogyha azt látom, hogy a fő ECN-en nagyon-nagyon sokan vannak ott, mondjuk 200 millió darabbal ott vannak vételre, akkor én a másik ECN-en, ami mondjuk körülbelül a 10%-a annak a mennyiségnek, mondjuk csak 20 millióan vannak ott. És nem beszél arról, hogy ezeket az ECN-eket, az egyiket, azt minden nap kiürítik. Tehát, hogyha én jókor be tudok menni nap elején arra az ECN-re, amit kevesen használnak, akkor nekem sokkal nagyobb előnyöm van, hogy én időben hamarabb meg tudom kapni a részvényt 5-ön, és utána időben hamarabb el tudom adni 6-on. És tudok játszani vele köröket. Így itt. Hogyha én csak az egyik ECN-t használnám, ahol 200 millió darab részvény vár gazdára, akkor soha az életben nem kapnám meg a papírt. Viszont egy másik ECN-t, egy jó rútolási stratégiát használva, már ezt a forgási sebességet fel tudom gyorsítani. Itt is vannak egyébként nagyon szép felszólások, 2-3 centről fölmegy ő is 20 centre. Mi sem vagyunk benne teljesen ebbe a rallyba, mi inkább ezeket szeretjük, hiszen a költségünk rendkívül jó, tehát ennek a 3-4 centnek a 70% a profit, és maximum a 30% a költségünk. Én tulajdonképpen ennyit terveztem mára, és igen, a kérdéseket várom. Veszteséges napotok milyen gyakran szokott lenni? Fú, hát szokott lenni veszteséges napunk. Ez mondjuk, mikor, pont a Gerinek mondtam, amikor büntetek egy papírt, tehát pszichológiailag nagyon ott kell lenni, mert van olyan papír, hogy az sokat esett megveszem, tehát beleesek ebbe a csapdába én is. 5-600 dollárok elmennek csak nyengeséggel. De inkább nyereségesek a napjaim. Mi, és most jön a reklámnak a helye, mint a Dávid mondott az utolsó pár percben. Mi indítottunk egy karrierprogramot, ahol mi 2 darab embert szeretnénk a mi csapatunkba, hogy együtt kereskedjünk. Olyan embert keresünk, aki egyrészt fiatal, jó reflexekkel rendelkezik, és szenvedélye a tőzsde, vagy ha még nem az, akkor majd remélem, mi meg tudjuk vele szerettetni. És hát teljes jogú csapattaggal szeretnénk, most 2 vagyunk, és 4-re szeretnénk bővülni. Úgyhogy amely itt érdekel, ez akkor keressen a nyugodtan. És szívesen megmutatom még mélységében is, hogy mi mivel foglalkozunk az irodámban. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.